Újabb nyert mérkőzéssel folytatta sikersorozatát a város MB2-es férfi kosárlabda csapata. Gulyás László legénysége március 18-án Békés Csaba gárdájánál 103-69 arányban bizonyult jobbnak. A Kulcsár Anita sportcsarnokban pénteken a késő délutáni órákban lejátszott találkozón nem bizonyultak könnyű ellenfélnek az MB2 keleti csoportjának középmezőnyébe tartozó vendégek. A Békés Csabai együttes az éllovas házigazdák minden hibáját kihasználva igyekezett lépést tartani az esélyes szerencsiekkel. A házigazdák azonban negyedről negyedre fokozatosan növelték az előnyüket, majd az utolsó 10 percben a már elfáradt ellenféltől több mint 20 ponttal többet szerezve megérdemelten nyerte meg a szerencsi csapat 103-69 arányban a találkozót. A házigazdák közül a legtöbb pontot, szám szerint 36-ot, Kovács Sándor szerezte.